Köszöntünk az Axioma Podcastben, amely a fősodor és a divatos irányzatok helyett a keskeny útra visz. Hetente frissülő epizódjainkban a közéletről, a kultúráról és a társadalomról beszélgetünk, keresztény szempontból. Készen állsz arra, hogy bekapcsolódj egy beszélgetésbe, amely új szemléletet ad a világról? Akkor maradj velünk! Isten hozott benneteket, szép napot, kedves hallgatók, sziasztok, így húsvét után és így áprilisban közel-kelet irányába fordulunk. A mai alkalommal biztos, de több ilyen beszélgetést is tervezünk. Az apropója a következő, a napokban hat hónapja, hogy fennáll ez a legújabb sajnálatos konfliktus zsidó és palesztin felek között. 2023. október 7-e beírta magát a történelembe. De mi folyik fél éve Izraelben és a közel-keleten, és mi a helyzet most? Ezekről beszélgetünk a tragédia fél éves évfordulóján, és köszöntöm sok szeretettel a stúdióban vendégeimet, Kulifai Mátét. Szerusz, Máté. Szerusz! köszönöm a meghívást. Hetek főszerkesztő helyetteseként vagy itt, és Megyeri Jonatán Rabbit te hozott. Köszönöm szépen a kedves meghívást. A Neokon főszerkesztője. Kezdjük azzal, hogy hol tart jelenleg a konfliktus. Ugye valószínűleg a legtöbb magyar az október 7-e utáni első hetekben követte a harcokat, aztán valahol lemaradt menet közben, most záróját nyitok, sok utána a következő esemény miatt ukrajnai konfliktus és az elmúlt hetekben, hónapokban hazai belpolitika csendes vize is felkorbácsolódtak, Zárója bezárva, de hogy lemaradtunk, vagy bőszintén, hogy mi történik, miután Izrael bement Gázába. És azt ígérjük, hogy aki ma meghallgatja ezt az adást, egy kicsit képbe kerül a konfliktus legfrissebb fejleményeiről is. Tehát akkor ez a kezdő kérdés, amit talán a legtöbb embert foglalkoztatja, hogy mi folyik jelenleg Izraelben és a környékén. Jonathan. 2023. október 7-én a Hamas palesztin terrorszervezet, amely a gázai övezetet 2006 óta irányítja, legitim módon, hiszen Izrael 2005-ben kivonta csapatait a gázai övezetből, és átadta ennek a területnek az közigazgatását, illetve a fennhatóságát a palesztinoknak, felszámolva az ott lakó zsidó településeket, kitelepítve az ottani zsidó lakosságot, teljes mértékben ha úgy tetszik, zsidómentessé téve a gázai övezetet. Tehát a 2006 óta ezt az övezetet a Hamász irányítja, hiszen egy választást tartottak, ahol a palesztin hatóság alulmaradt. És ez a palesztin terrorszervezet már azóta is hatalmon van, hiszen választások azóta nem voltak a gázai övezetben, az elmúlt több mint másfél évtizedben azon szorgoskodott, hogy több mint 400 kilométernyi alagutatáson az övezet alá, elképesztő mennyiségű nemzetközi segély, amely beáramlott az övezetbe, segélyi, gazdasági segítség és ösztönzés formájában, ezekből fegyvereket, rakétákat, terroralgutakat építsen, a gázai lakosságot, a gyermekeket indoktrinálja egy gyilkos ideológia mentén, Ráhangolja, nevelje őket. Ami azt is jelenti, hogy most már a harmadik generációs, hm. harmadik generáció gázai nő föl abban, hogy minden zsidót meg kell ölni, és ez egy szent háború, amely a zsidóság ellen zajlik. Nos, egy ilyen háttér után nagyjából azt lehet mondani, hogy másfél-két hm. évente a gázai övezetből rakéta a zápor zúdult Izraelre, legutoljára nem egészen két éve, Amelyet a, egyébként az izraeli vaskupola és más védelmi rendszerek többségében felfogtak, de ez nem csökkenti annak a szörnyűségét, hogy több ezer rakéta, egy ilyen két éves mindig ilyen kampányban uh hullott Izraelre, amit Izrael mindig katonailag megtorolt, és aztán lett valamiféle tűzszünet, és akkor utána megint másfél évig úgy csináltunk, mint hogy semmi nem uh -huh. lett volna. Az elmúlt másfél év, október 7-előtt azzal telt, hogy Izrael abban a hitben ringatta magát, hogy teljes a béke, vagy legalábbis pacifikálódott a helyzet, október 7-én a Hamas terroristái betörtek a zsidó államba, addig ez precedens nélküli támadás volt. Uh -huh. Egy szombat, egy szombat reggel, mintegy 8000 rakétát lőttek ki a zsidó államra, kevesebb, mint egy óra alatt. Jomkipur napján, vagy ahhoz közel, ugye? Ez Jomkipur után volt két héttel a szukot, mm -hmm. szukot, szukot, a, szukot a, a, a sátoros ünnep utolsó napján. Mm -hmm. Egyébként ami sabátra is esett történetesen. Tehát de hát A palesztinoknál ebétele nem volt, igen, igen. Oh. igen. A palesztinoknál azért ennek van hagyománya, meg a, úgy általában a muszlim világban, hogy a zsidók ünnepein támadjanak, úgy említettem. a -ban, ban Igen, Igen meg hogy pont az 50. évfordulja 50. volt évfordulja. a jom háborúnak, tehát nem véletlenül. Nagyjából nap, szinte napra, a polgári dátum szerint nagyon közel volt mindehez, Valóban. És akkor nem akarom nagyon szaporítani a szót, de amelyben eltért ez az incidens, vagy ez a támadás minden korábbi támadástól, hogy nem állt meg rakétáknál. Egyébként a rakéták mennyisége is durvább volt, mint a korábbiak hanem sok száz fegyveres terrorista tört be Izrael állam legitim területére, az ottani környékbeli településeken a hajtott végre elképesztő gyilkolást és mészárlást. Egyébként nem csak zsidókat, jegyzem meg csöndben, mert ott táj vendégmunkások uh -huh. és mások is voltak, egyébként keresztények is elképesztő brutalitással és állatias módon történt ez a támadás. Igen, ez nagyon szomorú, és erről valószínűleg nagyon sokan értesülhettünk. De a kérdés az igazán az, hogy azóta mi történt, meg mi történik, hiszen... kezdem módon nem, nem akarom megkerülni, és nem akarom... De muszáj letenni az alapot, a, annak, igen. annak érdekében, hm. hogy megértsük, hogy mi miért történik. Hm. Most az izraeli hadsereg néhány órával később hm. már a helyszínen viszonylag hadhatósan visszaverte ezt a támadást, amiből ki tudja, mi lehet, Tett volna, hogyha ez tovább folytatódik, ott volt egy zenei fesztivál, ahol egyébként teljesen szekuláris baloldali zsidók péntek este buliztak, mm. ahol több mint 230 embert gyilkoltak meg, Összesen 1200 ember. Valószínű igen. ortodox vallású zsidók nem bulisztak volna ott nem, péntek, így van, este péntek este. Igen, ünnep igen. Este, ráadásul, így van. van. Nos, 1200 embert mm. meggyilkoltak, 250 izraeli tejtettek túlszul, köztük nőket, gyermekeket, egészen kiskorú gyermekeket, mm. néhány hónapos gyermeket is, idős embereket, és így tovább, 250-et majd megindult Izrael válaszreakciója a gázai jövezet, tehát uraló Hamas ellen, először északon, az északi területen, ahonnan kitelepítették a polgári lakosságot, és megindult egy először vadászgépekről egy precíziós támadás, azután pedig néhány héttel később, talán két héttel később egy szárazföldi hadművelet. Annak érdekében, hogy ezt a terrorista társaságot felszámolják. Novemberben volt egy 5-6 napos tűzszünet, amelyben Izrael visszakapott 100 120-250-ből, illetve néhány nemzetközi előemlített, mondjuk ilyen távolkeleti túszokat is sikerült visszakapni. Jelenleg is még 133 túsz van a Hamas uh -huh. fogságában, Többen, több mint 30-an biztosan halottak már. Van... Ezeket honnan tudjuk? Mármint a biztosan halottakat? Ez a 30-35 ember, hogy biztosan halott. Ez ezeket a, ezeket hírszerzési uh -huh. információk alapján nagyon-nagyon sok terroristát sikerült letartóztatni, elfogni és valami 13 ezeret sikerült az izraeli hadseregnek eddig likvidálni, de több ezeret sikerült elfogni, elkapni és vallatni, tehát belőlük információt. Hát hiszen ez alapján dolgozik a hírszerző. Kiszabadult túlszok is elég sok információt azért elárultak azzal kapcsolatban, hogy hol tartózkodhatnak-e a társak, ki ad a ki ki láttak már eleve halottan, vagy nagyon rossz állapotban volt. Itt szeretnék megemlíteni egy Firbibász nevű kis babát, aki 9 m. hónapos volt október 7-én, azóta elmúlt egy éves, és még mindig valahol Gázában van, valamelyik terroralgútban, őszinte remélem, hogy még élve a testvérével és az anyukájával együtt, apukájával együtt. Meg talán volt várandós anyuka is. Volt várandós anyuka. Ott szülte meg a gyermekét, Pontosan ugye? így van. Egészen drámai sorsok vannak. Tulajdonképpen ez a hadjárat folyik, és akkor át is adom a szót Máténak, nem, nem akarom bőlére -ereszteni. Tehát tulajdonképpen ez a hadjárat folyik, amelynek a célja a Gázában fogvatartott izraeli túszok kiszabadítása vagy visszaszerzése, és a Hamas teljes elpusztítása, amely hát meglehetősen sziszi -fuszi munka azt tekintve, hogy, a, hogy nem egy konvencionális hadseregről hmm. van szó uniformisban és hasonlók, hanem bármikünk az hasonlóan öltözködő, hmm. egyszerű civilnek kinéző terroristákról van szó. Úgyhogy ez történik. Köszönjük, hogy összefoglaltad, és akkor azt láthatjuk, ahogy Netanyahu elnök is artikulált az izraeli célokat, hogy a Hamas teljes likvidálása, megszüntetése és a fogságban levő túszok kiszabadítása, talán ezek így a legfontosabb sarokpontok. Máté, te miután kitört ez az incidens, nagyon hamar úgy tudom kiutaztál a Szentföldre, hogy élőbelásd a helyi eseményeket, dolgokat, hetek címlapjára is tette, és rengeteget kutattatok, írtatok róla. Milyen volt az időszak, és hogyan látod, mi történt azóta? Ez az érdekes, hogy az október 7-i esemény után egy pár hm. nappal már csináltunk, hogy rendeztünk egy szolidaritási tüntetést itt a Duna partján. Ott a Talán találkoztunk is. Hogy de, a másik oldalon. Oldal, másik oldalon a Duna is másik hasonló, partján, de oldal. a szívünk Szív. összeért. Abszolút és a cél, az teljesen azonos volt. És Ott fogalmaztam meg, én egy, egy beszédet, most nem magam miatt mondom, hanem inkább azt a előre láthatóságát az elmúlt hat hónapnak. Hogy most a világ abban a napokban teljesen értelmezhetően egy gyászban osztozott izrael kifejezte a sajnálatát, részvétét az áldozatok felé, azért mégiscsak 1200 mm. áldozatról beszélünk, ami egy nap alatt esett Izraelben, zömében civilek, gyerekek, ahogy Jonathan is említette. Egészen tragikus, és sokszor a holokausztot idézik, szerintem nem teljesen jó ez a párhuzam, de a, a gyűlöletnek és a barbárságnak a mértéke. A szisztematikussága az tényleg akár párhuzamba is állítható a nácikéval. És ott a beszédben fogalmaztam meg azt, hogy nagyon fontos az együttérzés, a szolidaritás és a, a, kiállás, de a következő időszak az teljesen jogosan arról fog szólni, hogy Izrael egy válaszcsapást mér, ami nem bosszút jelent, bár én a bosszúról is beszélgethetnénk, hogy annak mikor van létjogosultsága, és mennyire igazolt, és van bibliai, a bibliai alapja de, de hogy elkerülendő a közvéleménynek egy negatív képzett társítása. Itt most nem bosszúról beszélek, hanem egy teljesen jogos válaszreakcióról, ami egy önvédelmi reakció, ugyanis nem Izrael robbantotta ki ezt a háborút, nem Izrael kezdte ezt a háborút. Egyrészt másrészt nincs a történetben, hanem volt egy békés helyzet, ahol például Izrael rengeteg engedményt kezdett el tenni gázai lakosok felé, sok-sok munkavállalási engedélyt kiadtak, stb. Tehát a békés együttéléshez Izrael lényegében szinte mindent megtett, Gáza irányába is, és ehhez képest történt a támadás, és itt ugye Izrael kitűzte ezt a célt, hogy katonai válaszcsapással, de megszünteti annak a lehetőségét, hogy ez bármikor megismétlődjön. pedig ugye a, a, gázát uraló Hamas az kijelentette október 7-e után, hogy szívesen megismételnék ezt még nagyobb mértékben, akár millió alkalommal is, ugye mm -hmm. nekik a, az egyik fő szlogenük is célkitűzésük, hogy végképp eltörölni Izrael államát, megszüntetni, zsidótlanítani a térséget, és úgymond ezt a palesztin államot, amelyben egy zsidó, és teszem hozzá keresztény sem él, egy ilyen államot megalakítani. Beszédemben utaltam arra, hogy nem fog eltelni sok idő, hm. és az október 11-én hangzik el, hogy a nemzetközi közvélemény Izraelt fogja felszólítani arra, hm. hogy most már elég legyen, fogjátok vissza magatokat, elég az erőszakos cselekményekből, legyen arányos a válaszcsapás, ami teljesen őrült kifejezés magában is, hogy hogyan lehetne egy barmár cselekményre arányosan barmár választ adni, és, és, hogy füntessék be, jó, most már kitomboltátok magatokat, stb. Tehát, hogy kicsit ilyen feelingje van a nemzetközi közveleménynek a hozzáállásának, és erre előre lehetett számítani. És ezért fontos szerintem az, hogy mi történt az elmúlt hat hónapban, tényszerűen az, hogy elkezdődött a jogos választcsapás, Izrael előre mondta, hogy ez hónapokig fog tartani, előre bejelentett mindent, most ezt a dövezeti részt szálljuk meg, itt tudtok elmenni a civileknek. Ilyen lehetőséget biztosítanak. A Hamas azt mondja, aztán a számoknak hinni, talán mindenképpen fenntartásokkal érdemes, hogy mintegy 30 ezer áldozata van ennek az izraeli katonai akciónak Gázában, ebből mm -hmm. az izraeli hadsereg ezt ugye nem ismeri ezt a 30 ezeret, lehet, hogy nem annyi, fontos, de nem változtat a lényegen, hogy köztük több mint tízezer terrorista volt, és itt szeretném felhívni a figyelmet persze arra, hogy ez nagyon nehéz megmondani Gázában, hogy ki a civil és ki a terrorista, annál is inkább, mert a Hamas támogatottsága Gázában 80% fölötti, minden a mai napig. Már nem igaz az a nemzetközi sajtóban megjelenő vádpont, hogy humanitárius szállítmányok nem jutnak be a térségbe, mert rekord számban jutnak be kamionok folyamatosan, amiket ugye utána felhatósága alá vesz a terrorszervezet. Tehát lényegében egy hosszú katonai művelet zajlik most már hatodik hónapja a gázai övezetben, amelyet Izrael gondosan lépésről lépésre felépít, és ennek a végeredménye volna az, hogy egészen a gázai övezet legdélebbi pontjáig mindent átkutatva megszüntetik a Hamasznak a szervezeti felépítettségét. Magát a radikális iszlámnak a fenyegetettségét nem tudják kiirtani a gázai övezetből, pont azért, amit a Jonathan is mondott, hogy itt sajnos egy hosszú évtizedes doktrináció, illetve a katonai konfliktusok természetéből adódik, hogy onnantól kezdve, hogy a Hamas mondjuk tüzel, 2019-ben Izraelre, majd Izrael válaszolok, hogy nyilván a légi csapásokban meghalnak emberek, ami újfent tüzeli a ott születő fiataloknak a gyászát és, és bosszúvágyát és gyűlöletét izrael szemben. Tehát egy folyamatos háborús ciklus van a gáza jövezetben, és ez a, ez a gyűlölet egyre jobban mélyül el. Ami szomorú, így hat hónap elteltével, hogy most eljutottunk egy olyan pontra, különösen a World Central Kitchen nevű segélyszervezet konvojának a sajnálatos kilövésével bezárólag, hogy még a legszorosabb szövetségese is Izraelnek jeles, az Egyesült Államok és annak az elnöke egy olyan kommunikációs váltást hajtott végre, hogy Izrael támogatásából vagy feltétel nélküli támogatásából elment egy olyan irányba, ahol elkezdte minden szempontból relativizálni, hogy Amerika meddig fogja támogatni ebben a harcban Izraelt, és konkrétan feltételek sorát adja egy egyébként tőle független szuverén államnak, hogy csak akkor biztosítanak fegyverszállítmányt, meg támogatást, meg, meg stb., hogyha Kivonják a csapatokat, hogyha tesznek gesztusokat, hogyha a palesztinokat, stb. És nagyon sok izraeli elemző, ezt nem tudom Jonathan meg tudja erősíteni, úgy értékeli ezt, hogy lényegében a Hamas túlélését biztosítja Joe hmm. Biden azzal, hogy egy ilyen szűk mozgásteret biztosítsak hmm. az izraeli kormány számára, míg az izraeli társadalom jobb oldalának a részéről meg egy frusztráció van, Netanyahu kormány irányába, hogy miért az Egyesült Államok határozza meg az ő mozgásterét, és mindemellett meg van egy nagyon érdekes jelenség, hogy a Izrael társadalmán belül, mintha mi sem történt volna, folytatódik egy olyan ellenzéki tömegdemonstráció hullám, amelynek az a célja, hogy minden áron megbuktassák a Netanyahu kormányt, és előre hozott választásokat kényszerítsenek ki, ami, ami hat hónapig nem nagyon történt meg Izrael társadalmán belül, is most megint elkezdődtek ilyen nagy volumenben, és szintén jobboldali elemzők úgy vélik, hogy e mögött szintén nemzetközi hálózati háttér húzódhat meg. Bocsánat, hogy ennyire bőre eresztetem, de de talán a, hat hónapos fordulóponthoz ez is hozzátartozik. Nagyon érdekes témákat vetettél a Máté, amikre rá is kanyarodhatunk hamarosan. Jonathan, adom a szót csak összefoglalom, tehát, hogy Izraelen belül is van azért megosztottság kormánypárt ellenzék között, illetve azt is láthattuk az elmúlt hat hónapban, megdöbbentő volt az, hogy Európa egyes nagyvárosaiban milyen fajta ellentüntetéseket, vagy Palesztin párti szimpátiatüntetéseket, bár mindenkinek szíve joga, hogy ki mellett foglal állást, és tegyük hozzá azt is, hogy nyilván nagyon sok civil palesztin ember szenved most, ugyanúgy, ahogy zsidó is, a konfliktusok miatt, ezt ne tagadjuk el. De láthatunk egy általad október 11-én ott a Dunaparton felvázolt esemény sort, ami megvalósul Európa nagyvárosainak közvéleményében és hát Izrael politikai berendezkedésében is. Rákanyarodhatunk a szereplőkre Izrael mellett, vagy mögött. Én azt írtam föl magamnak, hogy USA, esetleg azt, hogy Irán, kérdőjellel, akkor van egy ilyen kérdésem is, hogy Egyiptom, és ezt írtam oda, hogy miért nem veszi be mondjuk olyan tömegesen, vagy egyáltalán nem a menekülteket, és akár az egész közlekedeti arab tömb hogyan áll ehhez, ugye van egy, beszélhetünk egy sítaszunita ellentétről is, Irán-Száud-Arábia esetében is, ez lehet, hogy messzire vinne minket, de kezdjük akkor az általad megpendített USA helyzetével, ugye Izrael legnagyobb szövetségesével mondhatjuk ezt így? Hogyne, a legfontosabb, is biztos, legnagyobb és legfontosabb szövetséges. Úgy tudjuk, az anyahajó még ott állomásozik. Hogy nem? Mi a helyzet most, hogyan támogatja az amerikai Egyesült Államok Izraelnek a háborús törekvését hat hónap után is? Szóval több dolgot érdemes megjegyezni, te is most például nagyon sok témát. Kezdjük Amerikával, itt is érdemes szétszálazni egy-két fontos tényt. Az egyik az, hogy az amerikai Egyesült Államok reakciója hm az Izraelben folyó eseményekre nem választható külön az Egyesült Államokban zajló elnökválasztási kampánytól. Meggyőződésem, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül, hogy másképp néznek ki az Egyesült Államok politikája, még a Biden kormány politikája is, hogyha nem választási évben lennénk. Ugye nem kell a hallgatókat emlékeztetni arra, vagy talán kell, nem tudom, hogy nem áll jól Biden elnök újraválasztási szénája, rendkívül népszerűtlen, talán soha nem volt ilyen népszerűtlen amerikai elnök ciklusának ezen pontján, újraválasztási kampány előtt az alelnöke még népszerűtlenebb, cserébe viszont Donald Trump egyre népszerűbb, és talán néhány napja, két-három napja jött ki egy szövetségi közönkutatás, amelyben 7, azaz 7 pontos fölényt jósolnak Donald Trump elnöknek, ami meg kell ijeszten minden demokrata párti döntéshozót, egészen biztos. Tehát nem tudjuk szétválasztani azt, hogy mi történik az amerikai politikában, és van két állam, amelyre nagyon érdemes figyelni, Michigan és Nevada állam, ezek két billegő állam egyébként. Ez azt jelenti, hogy nem hagyományosan demokrata vagy republikánus szavazó állam. Vannak olyan államok, amelyek igen, tudom én, Texasnál nem kell aggódni, mert az mindig republikánus lesz, Kalifornia meg mindig demokrata, kis túlzással, mert ez sem mindig igaz, de azért az általában kevésbé kell érte aggódni, hogy New York mindig demokrata, Florida meg most többet republikánus, de Michigan meg Nevada az, az kulcsfontosságú államok, és itt Trump bizony egyre népszerűbb, nagy mennyiségű arab Muszlim populáció van ezekben az államokban, akiknek azért még én sem tulajdonítok túl nagy jelentőséget abban a tekintetben, hogy nem gondolnám, hogy a muszlim szavazó Trumpra kezdene el szavazni, mert Trump viszont a legpro-izrael-párti belnök volt az amerikai történelemben úgyhogy azért azt nem gondolnám, hogy veszélyben lenne Biden elnök arab szavazó bázisa, akkor sem, hogyha Biden egyébként történetesen az arabok szempontjából, vagy muszlimok szempontjából túlságosan baráti, vagy elnéző izrael De ez biztos, hogy van egy ilyen szentiment az Egyesült Államokban, és azt kell érteni, hogy a demokrata, az amerikai demokrata pártot tulajdonképpen túlszul ejtette, bár ezt a szót most nem nagyon szeretem mm használni, -hmm. mert új értelmet nyert, de túlszul ejtette egy radikális baloldali progresszív kisebbség, akik az agendát diktálják a Biden kormányban. Bidennek rendkívül jó érzéke van egyébként ahhoz, aki az ő politikai karrierjét, több mint 50 éves politikai karrierjét ismeri. Egy dologhoz nagyon jól értett, mindig jól megszimatolta, hogy kik a trendszetterek a demokrata párton belül, és ahhoz a frakcióhoz húzott, és most, és most ez így történik, miközben Biden nem, nem lehet azt állítani. Sok minden rosszat lehet mondani róla, de azt, hogy Izrael ellenes volna, ezt nem lehet róla mondani. De mégis az árral, és hát ugye a fizikai kondíciója is egyre inkább arra hogy ne tudjon irányban kiállni az egyébként meglévő esetleges elvei mellett. Nos, és egyébként a külpolitikáját a Dwight kormánynak ugyanaz az obamai csapat adja, akik az Obama elnök periódusát ugyanaz a, a, a gárda tért vissza, és hát ők viszont rendkívül izrael ellenesek. <hül> tehát Obama volt a legizrael ellenesebb elnök az Egyesült Államoknak, szerintem évtizedek, bő, évtizedek óta. Ez, ami az Egyesült Államokat illeti. Úgyhogy itt, itt, egy kötéltánc van, amerikai segélyek, vagy amerikai támogatás, itt azért azt kell tudni, hogy az amerikai Egyesült Államok által adott legnagyobb katonai segély, ez Izraelnek jár minden évben, vagy jut minden évben. Izrael kapja a legtöbb amerikai katonai segélyt, de azért ezt nem úgy kell elgondolni, mint valami könyöradományt, vagy mint valamilyen Bianco csekket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy amerikai gazdaság élénkítő csomag, uh -huh. mert hiszen ezek a pénzeket amerikai fegyverekre kell majd elkölteni. Tehát nem tud belőle, nem tudom, megtendereztetni, és akkor a német tenger alatt járót megtendereszteti az amerikaival, mert amerikaikat kell venni ebből a pénzből. Tehát ez tulajdonképpen tekinthető hogy egy amerikai befektetés, befektetés. befektetés. Egy, állami egy állami, így van, egy állami segítségnyújtásnak az amerikai hadiparnak, és hát között, a hadiparnak közvetetem az amerikai gazdaság. Katonákat nem küld USA, Vaj, nem, nem küld? Katonákat, nem, nem küld katonákat, nem is kér Izrael uh -huh. katonákat. Nincs is rá valószínű szüksége. Nincs is szüksége. Nagyon nincs magas fokú a besorozottság százalékban úgy tökjön. Igen, ettől függetlenül persze Izrael egy kicsi sziget egy arab tengeren, tehát azért ugye most beszélünk egy, 10 mm. egy tízmilliós, nem, hiszem, 10 tízmilliós országon. Hát a, a biztosíték biztos ott van, ameddig a szövetségési kapcsolat fennáll, addig például Irán azért sem támadja meg Izraelt, mert nem csak Izrael azon az oldalon, hanem az Egyesült, Egyesült államok, államok, államok is. hogy tehát Izrael mögött ott áll az amerikai sas mm -hmm. védőként, ez egészen egyértelmű. Ha már Irán, csak egy gyors mm -hmm. kérdés, aztán folytatjuk a gondolatmentet. Október 7-e mögött szerintetek ott áll az iráni kormány? Minden bizonyal egyébként mm -hmm. a jelentések, meg hírszerzési információk is azt mondják, hogy a Hamas terror szervezete az elmúlt 15 évben nem produkált ilyen komplex, átgondolt, megfontolt, tudatos akciót az, hogy most pont most világosodtak volna meg a eddigi, eh, hogy mondjam, logikájukból, és ugortak volna ilyen evolúciós szinten egy ugrást, azt furcsálnám, és nyilván a jelentések is arra utalnak, hogy a Libanonban, ami uh -huh. szintén eh, Hezbollah. ugye a Hezbollahnak a, a az otthona, ezek mind Iránnak a bizonyos szempontból a proxy szervezetei, ezek nem úgy működnek, hogy kizárólag a Dajatollah mondja meg, hogy ők mit csinálhatnak, hanem az iráni rezsimnek vannak geopolitikai Érdeke, érdekei, és használja legalább egy 6-7 országban vannak neki szervezetei, és használja ezeket a szervezeteket a céljai elérésére. Nyilván ezek a szervezetek megörülnek az iráni pénznek, szóval egy kicsit ilyen, ilyen szövevényes hálózat, de a lényeg az, hogy Irán ünnepelte az hmm. október 7-i támadást, jogosnak tartja, és támogatta pénzzel az elmúlt 15 évben a Hamaszt, illetve konkrétan ezt a támadást is képzésekkel, előkészítéssel, hírszerzési információkkal nagyon sok mindennel segítette a Hamaszt. A kormány, az államvezetés nyíltan nem Feltétlenül ünnepelte, vagy ismerte el a, a közemberek, az átlagemberek az utcán? A, a nem irányi volt irányi vezetőség? A, hogy az iráni vezetés, ugye az egyik legradikálisabban és nyíltabban izrael ellenes vezetése Iránnak, van a Dajatollah, ugye mm -hmm. Ameninni, ő rendszeresen a cionista rezsimnek a bukását, meg a zsidó állam eltörlését, a tengerbe szorítását a zsidó népnek, ezeket rendszeresen így kijelenti, és mondja, annak ellenére, hogy az iráni társadalom egyre támogattevő része, Egyébként nem osztja ezeket a nézeteket. Nyilván ott is azért a doktrinációnak van egy intenzív hatása, meg az iszlámnak, de azért itt van egy intenzív zsidó gyűlölet, és itt azért rátkanyarodhatunk az arab országoknak a véleményére is, hogy itt azt látni kell, hogy az arab nemzeteknek a jelentős része az kutyába se veszi a palesztinokat, nem érdekli a szenvedésük, meg a sorsuk, meg a palesztin nemzetiség, semmi nem érdekli őket a zsidó gyűlölet hajtja, hmm. és mivel most van egy történelmi apropó, egy háborús helyzet, ahol, ahol ez közös nevezőt tud teremteni a palesztin általuk szabadságharcnak nevezett véres küzdelemmel, ezért van ez az egységfront, Izrael lel szemben, nem azért, mert ezeket az embereket fontosnak vagy érdekesnek tartja egy iráni perzsa, Uh -huh. lakosság számára az, hogy egy furcsa keverék nemzet, mint a, mint a palesztin. Ugye ilyen, hogy palesztin nemzetiség ilyen sincsen, ilyen uh -huh. náció, vagy genetika, vagy etnikum. Tehát eleve egy furcsa helyzet van ott a gázai jövezetben, mondom, nagyon sok, meg, még, a, még a Hezbollah, ami egy nagy testvértervetett uh -huh. almaznak, ők is egyébként bizonyos szempontból gyűlölik almaszt meg a palesztin embereket. Ott, onnan mondták egyébként nagyon sok ilyen információ. Uh -huh. Igen, nagyon sok ilyen információjuk van, csak egyszerűen közösek az érdekek. És ezért volt döbbenet sokak számára, ha visszaemlékeznek a, a hallgatók, hogy az október 7-én Izrael szinte azonnal több tízezer katonát vezényelt éjszakra. Igen, igen. És a valak nem mozdult meg. Jogos, mert ugye fölmerül a kérdés, ha Irán valami nagy dobást szeretett volna, ahogy egyébként nálatok a hetekben Robert C. Castell utal rá gyakran, az ő szavajárásával a Hizbollah, az egy jóval nagyobb, erősebb szervezet, több rakétával, mint Gázában a Hamas, akkor miért nem éjszakról indította volna azt a nagy eltörlő csapást? Ugye ez is egy kérdés, és így jogosan, október 7-e után készültségbe vonultak ott az északi határnál az izraeli hadierők. De amit mondtál, hogy milyen a hozzáállás a többi arab nemzetben, talán Egyiptom hozzáállását is magyarázza a palesztin néphez, ugye ők se nagyon engednek, vagy nem, nem szeretnének befogadni menekülteket, szóval egy nagyon érdekes és vegyes a kérdés. Csak, csak, egyetlen egy mondatot, mielőtt átadom, a, hogy Egyiptomnál ez egy nagyon fontos szempont, hogy az arab tavasz után a muzulmán testvériség egy borzasztóan anarchikus és rettenetesen veszélyes közbiztonság, vagy egy rossz közbiztonságot teremtett Egyiptomba, ahol a nyílt utcán vertek nagyon emberek, stb. Uh -huh. Rettenetes volt az állapot az arab tavasz után, amit teszek hozzá egyébként nagy mértékben Obama kormány fejlelős ezért a helyzetért is. De ott például egy ilyen rendkívül diktatórikus uralommal, de a mostani egyiptomi elnök ezt helyreállított. Tehát most egy olyan általános közbiztonság van Egyiptom számára, ami például az egyiptomi keresztények számára is egyfajta biztonságot jelent. Uh -huh. Ezért is van egy nagyon radikális és szigorú határpolitika például gázai vezetett szemben, mert jól tudják, hogy három vagy négy terrorszervezet is tevékenykedik Gázába, és hogyha abban a másodpercben, hogy ők megnyitják a rafai határátkelőt és a menekülteket befogadnák egy egy olyan szintű nemzetbiztonsági kockázatot eresztenének rá az országra, ami ellen egészen idáig küzdöttek. És pont azért, mert nem az van, hogy van az egyenruhás terrorista, őt nem engedjük be, de beengedjük a, a gázai civileket, mert itt, itt, itt szinte nem is szétválasztható a két dolog. Néhány dolog azzal kapcsolatban, amit elhangzott, fontos dolgok hangoztak el. Az egyik az iráni, iráni, tehát az iráni intenció, vagy mi iránnak a szándéka. Szóval az is kell tudni, hogy itt a térség dominanciájáról, vagy hegemóniájáról való törekvésről van szó. Itt nagy hatalmak küzdenek ezért a térségért. Ez egy olajban gazdag térség, rendkívül gazdag térség, ezt talán mindenki tudja, és a fő szereplők ebben a regionális dominanciában Irán, Szaudarábia, ez a két ország legelső sorban, és másodszorban, vagy a szoros második vonalban Törökország és Egyiptom. Hát. Ugye ezek a legnagyobb kiterjedésű országok, külön órákat lehetne beszélni mindegyikről, és itt tulajdonképpen itt a dominanciáról van szó, az amerikai Egyesült Államok, mint a nyugati világ, hogy is mondjam, rendőre, vagy, 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 vagy a nyugati demokrácia fákjájának őrzője, számára Izrael, ha úgy tetszik, olyan, mint egy repülőgép anyahajó. Tehát, hogy ott tud ő bástyát fenntartani a közelkereten, hogy Irán mennyire áll mögött az akció mögött, ahogy Máté is elmondta, a fegyverek szállításában, tehát ott ugye embargó volt, nem lehetett csak úgy bevinni rakétákat, meg fegyvereket, mármint a gázai hmm. övezetbe, hanem becsempésztek alkatrészenként, és aztán ott bent buharálták össze ezeket a rakétákat, ezeknek a többsége Iránból érkezett egyébként, áttételes módon, és egyiptomi határon keresztül meg hasonlók. A Hezbollah fegyverei Észak-Izraelben, vagy pontosabban Lib Lib Libanon déli határán, meg szintén Médin Irán felirattal rendelkezik mindegyik, csak azok már profi fegyverek, mert azokat már nem ott buherálják össze alagutakban, titokban, hanem egészen egyszerűen bejönnek Iránból kamionokkal a Libanoni Hezbolához. Tehát ott sok, nagyon sok, mint hogy 150 ezer rakétájuk van, és ezek sokkal fejlettebb rakéták, mint amiket Gázából lőttek Izraelbe. Szerinted Izraelben. miért nem onnan támadtak október elején, és miért Gázából? Gyere sok teória van ezzel uh -huh. kapcsolatban. Én hajlamos vagyok egy uh, izraeli professzornak hinni, akit Mordechai Kedárnak hívnak, nem tudom mennyire ismerik a magyar publikum, egy uh, rendkívül felkészült egyébként a neve alapján, Szefárdinak tűn, de valójában Askerázi uh -huh. zsidó ember, aki arab kutató vagy muszlim szakértő. Úgyhogy ő, az ő teóriája szerint ez a támadás, ez meg volt konstruálva, és két oldalú lett volna eredetileg, de valahogy a Hamász kicsit előre ment, és nem egyeztetett az iráni főnökeivel, hogy mikor hajtja ha végre ezt az ez hónapokkal később kellett volna megtörténjen, és egy összehangolt támadásnak. Most viszont a Hezbollah nem volt felkészülve erre. Ugye Iránnak, ez is fontos tudni, Irán nem közvetlenül nem bonyolódik konfliktusba, mert azért ő fél az Egyesült Államoktól. Tehát az tudja, hogy az egyes támokkal szemben nem tudna győzni jelenlegi állapotában. Izrael nem ismerte be ugyan, de rend, valószínűleg rendelkezik atomfegyverrel, Irán még Elvileg nem rendelkezik ilyesmivel, tehát azért az, hogy ő közvetlenül bonyolódjon egy, egy háborúba, ezt eddig sikeresen elkerülte az elmúlt 50 évben az iráni rezsim. Cserébe rendkívül bátor módon küldi maga elé ezeket a proxy terrorszervezeteket, Jemenben a Hutikat, Libanonban a Hezbollah-t, Gázában a iszlám dzsihádot vagy a Hamászt, akik közül, ahogy egyébként Máté is nagyon helyesen említette, ideológiailag nem feltétlenül van szoros kapcsolat, mert Irán egy sita vezetésű állam, de például a Hamász, meg a, a magukat palesztinak mondó térségbeli arabok egyébként szuniták, tehát ideológiailag mégis, de ugye a common enemies make strange bad fellows, ahogy mondják angolul, uh -huh. tehát a közös ellenség az összekovácsolja ezt a társaságot. Egy egyébként azt mondanám még ezzel kapcsolatban, mert jártunk a libanoni határnál is, Igen. amikor voltam novemberben kint a frontvonalak mentén, és ott beszélgetünk szintén ilyen izraeli kutatócsapattal, aki kifejezetten a Hezbollah fenyegetettségét kutatja évek óta és ők mondták azt, hogy aránytalanul kis figyelmet fordít az izraeli vezetés ha a Hezbollah jelentette fenyegetésre, ahhoz képest, amennyire ők szeretnék, hogy fordítson, nyilván azért ott laknak pár kilométer a libanoni határtól, akkor úgy érdik, hogy fontos lenne azért egy magasabb fokú biztonság és ott bemutattak nekünk egyébként egy ilyen nagyon részletes tervet, amit a Hezbollah készített, tehát teljesen hiteles a Hezbollah feliratával van ellátva a videók tervek, és lényegében az október 7-i terrortámadásnak a teljes rekonstrukciója volt, csak az északi határ mentén. Milyen települések vannak, milyen közigazgatási, milyen határvédelmi eszközök, melyik úton kell bemasírozni, hogyan kell szokat ejteni, stb. A lényegében az október 7-i támadás az meglepet mindenkit, de mm. ott már tudtak arról, hogy van egy ilyen típusú terv, készültség is for mm -hmm. forgatókönyv, és ez már vagy 8-10 éve a Hezbollahnak egyfajta ilyen célkitűzése. Nyilván itt vannak elméletek, hogy pontosan miért nem lépett a Hezbollah is. Én is ugyanezt hallottam tőlük is, hogy a Hamas egy kicsit egy akarta úgymond learatni a babériát a teljes iszlám világ. Mm -hmm. Dicséretének, mert ha azért őszintén belegondolunk, most az van, hogy a Hamasz a, az iszlám világ szabadságharcos felesége. igen, fenegyereke, aki uh -huh. kihúzta a gyufát, és szembe száll, és akkor mindenki most őket támogatja, vagy, vagy ünnepli. A zsidó gyűlölet szempontjából, aki a legnagyobb kár tudja okozni acionista uh -huh. a rezsimen és megszálló hatalman, annál nagyobb a, a dicsőség, az is. és nyilván dicsőség. a Hezbollah szempontjából meg most az a stratégia van, hogy ők nem akarják azt, hogy egy ilyen háborús helyzetbe, ha kiúzzák a gyufát Izraelnél, akkor Izrael fogja, hogy szétbombázza Libanon még, 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 komolyan. Nem olyan régen volt az a libanoni háború, háború amikor Izrael gyakorlatilag Damaszkuszig vonult. És ez a Hezbollah azért még jól emlékszik. Nem emlékszik. És hogyha esetleg elfelejteni, akkor az olyan akciók, mint a múlt heti dróntámadás, amelyben az iráni forradalmi gárda 6 vagy 7 tisztjét sikerült precíziósan kilőni, ez azt mutatja, hogy Izraelnek hírszerzési és katonai lehetőségei is megvannak arra, hogy Libanont a földdel egyelővé tegye, miközben Libanon egyébként egy éppen szétesőben lévő állam, katasztrofális gazdasági helyzettel. Hezbollah, ami egy legális párt Libanonban, de nem tudja féken tartani az egyébként konszolidált libanoni vagy kormány. nem tudja féken tartani. Tehát egyébként az északi frontra visszatérve, vagy, vagy arról beszélve, ez még most is a terítéken van, hogy meg fog nyílni egy északi front, vagy bármikor megnyílhat egy északi front. Erre Izrael most már eléggé fel van készülve. Azt is kell tudni a kedves hallgatóknak, hogy mintegy 150 ezer izraeli van kitelepítve az otthonából, Észak-Izraelből. Biztonsági most már hat hónapja biztonsági okokból, tehát tulajdonképpen száműzött a saját országában biztonsági okokból, mert az északi front bármikor megnyilhat, és akkor még csak, hogy fokozzuk a jó kedvet, ugye Cisziordániában is azért ott is parázslik, bár, a feszültség bármikor történhet ott is valami, nem beszélve az Izraelben élő 1,8 millió arabról, akik izraeli állampolgárok és bent laknak a legitim Izraelben, tehát a teljesen mindenki senki által nem vitatott izraeli területeken, de hát ott is a radikalizálódás az bármikor. És, és nagyon magas a Hamasnak a támogatottság. Majd beszéltünk arról, hogy a gázai civilek, körében 80 os a támogatottság. Nos, ez a Cisziornál, vagy Judea-Samáriának uh -huh. nevezett térségnek a palesztin közösségeiben még magasabb az a Ami felveti azt a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen ki is a civil és ki a terrorista, Igen. mert hogyha te egyetértesz a Hamasszal, akkor téged csak nagyon kevés választ el attól, hogy te ténylegesen megcselekszed de azt, amit Igen. ők már egyébként csak egy lépésre járnak előtte. Ez egy nagy kérdés, nyitva is hagyjuk, nyilván sokféle válasz van. Én most abba az irányba kanyarodnék, hogy nézzünk rá egy kicsit a keresztény és zsidó kapcsolatokra. Vannak Izraelben ugyanis keresztények, vannak Izraelben és a környéken messiás hívő zsidók, és vannak természetesen palesztin keresztények is. Hogyan állhatunk keresztényként a zsidósághoz? Miért fontos a keresztényeknek Izrael? Én egy ilyen címmel írtam nemrég egy cikket az axiomára, és ott megneveztem négyféle álláspontot, ahogy történelmileg a keresztények hozzáállnak Izrael államához, a zsidósághoz, és beszéltem ott, a, vagy írtam ott a dispenzacionalizmusról, a helyettesítő nézetről, ez a szubszti konstitucionista nézet, aztán szövetségteológiáról, szövetség teológiáról, de még folytathatjuk is. Ti hogyan látjátok, és kezdjük Máté veled, mint protestáns keresztény, miért fontos a keresztényeknek, meg neked is, vagy a közösségednek Izrael, és szerinted mi a biblikus álláspont hívő emberként, keresztény emberként a Szentföldhöz és magukhoz a zsidó emberekhez? Hát egy nagyon komplex téma is lehet, hogy sok órán keresztül tudnánk erről beszélgetni. Én próbálom nagyon egyszerűsíteni, Jó. mert most én, én most nagyon egyszerűen a saját személyes hitemet meg Igen. A, Talán a közösségnek a hozzáállását, illetve szerintem a biblikus hozzáállást mm. vázolnám föl. Az egész Biblia lényegében az Ábrahám személyének a megjelenésétől kezdve egy földrajzi területhez kötődő eseménysort ír le és, és lényegében zsidó szerzők, zsidó emberekről írják le az üdv történetnek azt a szakaszát, sőt a jövőben nyúlóan, ha az új szövetséget is, illetve hát nyilván az szövetségi proféták sora is ír jövőben ilyen eseményekről. Tehát itt az a helyzet, hogy Isten, mint szuverén mindenható lény, döntést hozott akkor, amikor egy nemzetet elhívott, kihívott, Ábrahámnak a a velhívásával, és kiválasztotta a zsidó nemzetet arra, hogy, hogy onnan származzon Dávidnak a magia, a, a messiás. messiás. És nyilván mi keresztények úgy hisszük, hogy ez a messiás megjelent itt a, a Földön Jézusnak a születésével és szolgálatával, de ez egy, ez egy szuverén döntés, hogy egy nemzetet választ el az ő törvényének a törvényének a, megmutatásával, az igei kijelentésével, a biblia igazságainak közlésével, és ez egy azért fontos teológiai, meg bibliai igazság, mert ez nem szűnt meg, nem változott meg, hanem ez a nemzeti kiválasztás, és a, a nemzetekben való gondolkodás, az Istennek a, egészen a örökké valóságban nyúlóan egy központi üzenete. Magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy Jézus ilyen szempontból mondhatnánk, hogy nacionalista, de ez nyilván butaság lenne az Istent egy emberi ideológia alá bevonni, de az, hogy nemzetekben gondolkozik Isten az egy teljesen levezethető dolog. És ilyen szempontból a magyar nemzetben is gondolkodik, meg a magyar nemzet jövőjében is gondolkodik Isten. Viszont a nemzetek egymáshoz való viszonyát tekintve van a zsidó nemzetnek, Izrael nemzetének egy különleges küldetése. Itt ugye szokták az antiszemita felhanggal, hogy a, jó a választott nép, a választott nép, stb. szidni a, a, a zsidóságot, de bizonyos szempontból ez egy, ez egy különleges küldetés inkább, ami a zsidóságot érinti, és egy nagyon terhelt és nehéz mm. küldetés. Azért legyünk őszinték, az a történelmi hányattatás sorozat és Kalvária, amin a zsidó nemzetnek az elmúlt 3500 évben keresztül kellett menni, az egy az egész, egy, egészen komplex és, és izgalmas és érdekes történelmi folyat. De mint keresztény, Azért érdekes ez, mert, mint hívő ember, az egyháznak a tagjának vallom magamat, uh -huh. és szerintem a legtöbb keresztény így kell, hogy gondolkozom magáról, az egyház pedig a kihívottaknak a közössége, uh -huh. a nemzetekből is kihívja Isten, és egy másfajta szintén küldetése van az egyháznak, mint mondjuk a nemzeteknek úgy általánosságban. De az nem azt jelenti, hogy Isten megszűnt nemzetekben gondolkozni. És azért hangsúlyozom ezt, és próbálom amilyen uh -huh. rövidre csak lehet kerekíteni ezt az egészet, mert Isten valahogy szuverén módon úgy határozott, hogy a nemzetek jövője bizonyos szempontból a zsidó nemzettől függjön. Uh -huh. Az Ábrahámnak adott áldás alapján is azt mondja, hogy az ő magjában áldatnak meg a nemzetek. Valahogy Isten áldásának folyása az, az Izrael államán, illetve a zsidó nemzeten keresztül történik majd. Ez nyilván egy profétikus előkép, ugyanis a üdv történet alapján lesz egy olyan messiási korszak, amikor itt a Földön a visszatérő vagy megjelenő messiás megalakítja a királyságát egy konkrét földrajzi helyen, ami Izraelnek az állama, és azon belül is Jeruzsálem, oda érkezik vissza a messiás, és az ő közvetlenül uralkodik majd az egész Földön, és a nemzetek Izraelhez, illetve a zsidósághoz való viszonya alapján lesz majd a isteni áldásban való részesülés. És még távolabb, ha megyek, akkor a végső cél, isteni cél az az, hogy megváltásban részesüljön az összes nemzet itt a Földön, és nyilván a szellemi helyreállása a zsidóságnak és Izrael államának is. Itt érkezünk el odáig, hogy 1948-ban amikor a modern Izrael megalakul, akkor a keresztény világ egy jelentős része a proféciák beteljesedéseken mm. tekint a modern Izraelre, annak ellenére, hogy ez egy politikai cionizmus, tehát a mm. visszatérés a Sionnak a földrajzi területére, de egy, egy, elsősorban egy politikai helyreállás, vagy hogy mondjam, nemzeti összpontosulás, viszont mi keresztények ugye egy spirituális cionizmusban is hiszünk, mely szerint az egész zsidó nemzet az Isten szempontjából, vagy a messiás elfogadása szempontjából is átmegy majd egy ilyen helyreálláson, és ebben a szemüvegen keresztül nézzük az olyan aktuális eseményeket is, mint például mostani háború. Ez a teológiai történeti szemüveg, de nyilván van egy teljesen emberbaráti szemüveg is, ami konkrétan a, a szeretett szeretet törvénye alapján is visszanyúl a zsidósághoz, mely szerint ugye szerest fel a barátodat, mint önmagad elve alapján, és az ember örül annak, sőt, magyar nemzeti érzelmű hazafiként is. Mm. Úgy kell tekintenünk például a cionizmusra, hogy az egy nemzeti eszme, mm. hogy van egy nemzet, aminek van egy földrajzi otthona, ahol megteremti a saját államát, Ilyen szempontból cionistának lenni és magyar hazafinak nem, hogy nem kizáró, hanem teljesen összeegyeztethető ideológiai és gondolkodás de már is túl sokat beszélt a erről. Egy Mózes 12.3 kapcsán azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy Isten azt ígérte, hogy áldásban részesíti azokat, akik áldják Izraelt, és átkodbocsát bocsát azokra, akik megátkozzák azt. Ez nagyon fontos komolyan venni, egyénileg is, közösségileg is, nemzetileg is. Tehát akkor az mindenképp egy jó dolog, hogyha keresztényként imádkozunk, Izraelért a zsidó felebarátainkért, meg persze a palesztinokért is lehet imádkozni, és az egész helyzet békességért is. Jonathan, tőled hadd kérdezem azt, hogy hogyan tapasztaltad, vagy milyen benyomásaid vannak a keresztények felől érkező zsidókhoz való hozzáállásról. Akármint zsidó ember, ugye beszéltél Amerikának a szimpátiájáról. Mi az, ami szerinted ebben egy jó kapcsolódási pont? Mi az, ami fejlesztendő terület? Zsidó-keresztény kapcsolat az elmúlt közel 2000 évben hm. ment keresztül. Terhelt ennyi szó, Terhelt. Igen. Én azt gondolom, hogy magam is messiás hívő emberként, a minden zsidó messiás hívő, mi magunk várjuk a messiást, az egyik az alapvető hittételeknek, hogy a messiás érkezését várjuk minden nap az azonnali megérkezését egyébként. Uh -huh. És jó magam is ö, azt látom, és a mesterem a Lubavicsire uh -huh. és ö, azon az állásponton volt, hogy főleg nyilván tőle ismerjük az álláspontot, hogy ami történik a világban, ez egyértelmű jele annak, hogy hogy most már tényleg itt van az ideje annak, hogy a messias uh -huh. megérkezzen, a megváltó megérkezzen hiszen ha már csak a zsidó-keresztény kapcsolatot nézzük, akkor olyan elképesztő dolgokat tapasztalhatunk, amely korábban tényleg mm. a science fiction kategóriába lehetett volna sorolni. Pozitív vagy negatív a Pozitív értelemben. Előbb említetted az Egyesült Államokat, de akár ugyanúgy hazánk kapcsolatát Izraelnál. Az hogy, az, hogy itt ülünk ebben a stúdióban, uh -huh. ez egy vállaltan és keresztény írportál portális oldal és uh -huh. tudom én milyen jellemzőkkel jellemezítek magatokat, és az, hogy itt ülünk erről és erről beszélgetünk más-más teológiai irányból megközelítve, de ugyanarról a lényegről, az egymás iránti elfogadás, a béke, az Isten igazsága, az isteni törvények örökké valósága és univerzalitása, vagy egyetemessége, ezek mind olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy ez valami elképzelhetetlen volt az akár még csak 30 évvel ezelőtt is, hogy például a hazánkban erről, erről beszéljünk. Az amerikai támogatás Izraelben jelentős és tekintélyes részben a keresztény közösségeknek köszönhető. A jó részben egyébként az evangéliumi keresztény közösségeknek, de nem csak az evangéliumi keresztény közösségeknek, hanem a ha tetszik, a tradicionális keresztény egyházaknak is. Talán éppen az Izrael állam megalakulás 1948-ban, amely kezdetben egy kicsit mondjuk sokkolta a keresztény világot, nem tudta pontosan hova tenni, ugye a Vatikán csak évtizedekkel később ismert el Izrael államot, de azután pedig azt hiszem, hogy meglátták benne a lehetőséget, vagy, vagy azt a tiszta és egyértelmű jelét annak, hogy, hogy itt valami fontos dolog történik az emberiség szempontjából, és a bibliai proféciák szempontjából, amelyben a, hogy a proféta azt jövendőli, hogy amikor eljön a messiás, akkor majd megtelik a föld Isten tudattal, miként a tengermedre megtelik vízzel amely hasonlat azt jelenti, nem véletlenül a tengert használja a próféta szimbólumként. Hiszen ha kimegy az ember a tengerpartra, akkor lát egy hosszú, egy messzire nyúló tenger, egy, egy felszín. De azt nem látja a szabad szemmel, hogy a tenger felszíne alatt ott, ott egy egész komplett világ van, ott egy, legalább olyan bonyolult világ van, mint itt a szárazföldön, amelyről azt gondoljuk, hogy hát csak itt sok állatfaj és növényfaj él. Amikor eljön a messiás, akkor mindannyian egyfajta buár szemüveget kapunk, amelyben meg fogjuk látni azt, hogy az a világ, az az igazság, vagy az a realitás, inkább így fogalmaznék, amit mi látunk, az érzékszerveinkkel tapasztalunk, ez nem az egyetlen, és nem, és nem feltétlenül az, az igaz realitás. A világ ennél bonyolultabb, és sokszínűbb, és izgalmasabb. Az, hogy a zsidó államot jelentős részben keresztény közösségek támogatják, és azt gondolom, hogy ez a háború, ezt a kapcsolatot, ha van, semmi jó nem jön ki ebből a háborúból, félret, és ne essék, de ha van valami, ami legalábbis járulékos, haszon lehet, az, az pont ennek a kapcsolatnak a további erősítése ugyanis. A helyzet az az, hogy beszéltünk regionális hegemóniáról, beszéltünk különböző nagyhatalmak érdekeiről és politikájáról. Van egy kis ország a közel-keleten, amely a nyugat előre tolt bástyája, amely a nyugati, a zsidó-keresztény civilizáció, zsidó-keresztény értékek letéteményese a, a közelkeleten. Van egy ország, amelynek a cselekedeteit nagyon sokan most álságos módon megkérdőjelezik, de hogyha ha a politikai sallangoktól megszabadítanánk, ami történik, akkor azt látnánk, hogy valójában a gonosz harca folyik, az igazság, ahogy tetszik, az isteni fény ellen. Ez a háború, ami, ami Izraelben zajlik, ez nem Izrael és a Hamász háborúja kizárólag. És ezt hmm. tudom, hogy nagyon hangzatos, meg, 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 meg esetleg egy kicsit még patetikusnak is lehetne mondani, de valójában tényleg erről van szó. Arról van szó, hogy az európai, a nyugati civilizációt, az európai-nyugati Nyugati kultúrát védjük a barbarizmus ellen, hm. és ennek a frontvonalában jelenleg Izrael áll. Ha más nem, akkor ennyi, ez biztos, hogy. Hogy kikristályosodik ebben a háborúban. Sajnos, ahogy múlik az idő, az emberek elfáradnak, ugye a türelem, mindenki gyors sikereket akar, gyors eredményeket akar, gyors győzelmet akar, az emberek elfáradtak a két és fél éve tartó ukrán konfliktusban, vagy két és több hónap tartó Igen. ukrán konfliktusban, mindenki elfáradt már, mindenki megunta már, már az emberek megkérdőjelezik azt is, amit korábban igaznak véltek, hogy jaj, akkor lehet, hogy mégsem neki van igaza, lehet, hogy mégis a másiknak van igaza. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális és érthető és akceptálható, De azért néha jó megállni, és talán ezek a beszélgetések segítenek abban, hogy egy pillanatra megálljunk, és tegyük félre azt, hogy az elmúlt hónapokban mi mindent láttunk és hallottunk, és térjük vissza a kájához az eredeti kiindulóponthoz, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. És ami most történik, az jelenleg a zsidó-keresztény világ védelme, és ez a szövetség, ez a kapcsolat, azt gondolom, hogy tovább fogja erősíteni a zsidó keresztény, vagy tovább kéne, hogy erősítse. Nem hogy fogja, de tovább kéne, hogy erősítse ennek mm. a két ábrahámi vallásnak a, a kapcsolatát. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok, és itt voltatok. Egy-egy villámkérdéssel le kell, hogy zárjuk. Máté, fordulok hozzád. Trump megoldást jelenthet? Akár mondjuk fél év múlva ugye elhangzott itt az ukrán-orosz konfliktus is. Nagyon sokan Magyarországon is Trump visszatérésétől remélik annak a mellettünk levő konfliktusnak a megoldását, vajon az izraeli esetben megoldást jelenthet az ő megjelenése, illetve egy kicsit a jövőről elmúlt hat hónap, mit vizionálsz, mik a várakozásaid ebben az arab-izraeli zsidó-palesztin konfliktus. Annyira teológiai, meg spirituális vizekre visszavesztünk, vissza hogy, hogy erre ilyen picit ilyen visszakérdéssel, vagy, vagy, visszavágással válaszolnék, hogy, hogy nem Trump jelenti a megoldást, mm. hanem nyilván Isten, mm. ha mindenható tudja megoldani ezeket a konfliktusokat, nem politikai természete van szerintem, nem csak politikai természete van ennek a konfliktusnak, ami a közel van Izrael állama körül egy nagyon mély, spirituális, ideológiai, háború meg konfliktus húzódik. Azt várni politikai vezetőtől, hogy egy ilyen konfliktusban ő megoldást jelentsen, az szerintem egy nagyon gondolkodás, gondolkodásmód. De leegyszerűsítve a közélet nyelvére nyilván a jelenlegi adminisztrációhoz, vagy az Obama féle külpolitikához képest a Donald Trumpi hozzáállás a közel-kelethez sokkal pragmatikusabb és egyébként eredményesebb is volt. Látjuk ugye az Ábrahám egyezményeknek az üzleti, gazdasági oldalról való megközelítése mennyire logikus és, és eredményes volt az arab országokat tekintve, hogy itt nem arról van szó, hogy most akkor ő mindenkivel aláíratnak egy ilyen zsidópárti nyilatkozatot, hanem puszta gazdasági diplomáciai együttműködések sorát kötötte egy csomó arab állammal Izrael. Ez egy jelentős erőlelépés volt az elmúlt 70-80 évhez képest. Viszonyokat tekintve nagyon várjuk éppen ebből a szempontból a Donald Trumpnak a hozzáállását, ami nem egy háború párti, nem egy ilyen fegyverlobbi által működtetett külpolitika lenne, hanem egy, egy, nagyon pragmatikus, és, és merem remélni, hogy egy, 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 egy ilyen Izrael barát hozzáállás, de még egyszer, ha már egy keresztény podcastből vagyunk, itt azért tényleg az van, hogy, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy természet feletti dimenzióban zajlanak események, ezért az imádkozás nem lehet eléggé hangsúlyozni, mint, mint feladat, meg a keresztények szempontjából, hogy a, hogy a békességért, Jeruzsálem békességért imádkozzanak. Fontos, hogy ezt helyre tetted, és amire utalsz a 122. Zsoltár szavai, hamarosan elolvasom majd búcsúzóul a hallgatóknak, Jonathan, Zárszó, zárjuk össze. A, a kérdés kicsit más. Hmm. Zsidó vallási szempont földet békért, erről szeretnélek röviden kérdezni, akár Ciszjordánia kicsit, vagy a túszok oda-vissza. Ugye összefoglalva a mai beszélgetésünket, egy pár adat. 1200 áldozat október 7-én. 260 izraeli katona meghalt, novemberben 120 visszakerült, de még a 250 ból 133 körül van, aki még ott van, de abból sajnálatos módon már 30-35 elhalálozott, tehát marad 120, ha jól számoljuk. A Földet békéért elv alapján mit remélhetünk az ő esetükben? A Földet békéért elv a 80-as években nagyon divatos volt Izraelben ez a gondolat. Azt gondolom, hogy 2005 után, ami után Izrael Földet adott a békéért, Gázát konkrétan, vagy gázai övezetet, és itt október 7 hetedike után, pláne rá 17 évvel, amikor azt láttuk, hogy mi történik, akkor ha földet adunk békért, akkor föld nincsen, de béke sem. Uh -huh. Úgyhogy ez az elv, ez, ez az gondolom, rá hogy esélyt most. semmi esélyt uh -huh. nem látok rá, és őszinte leszek, hogy ne bízom benne, hogy nem lesz olyan politikai erő, amely komolyan gondolja azt, hogy földet kellene adni, vagy földet lehet adni békéért. Uh -huh. Jutalmul a terrorizmusnak annál is inkább, mert ezek nagyon nehezen visszafordítható döntések lennének. Én azt mondtam nektek itt a felvétel előtt, fogalmaztam így, hogy én csak annyi, én annyit remélek, hogy az Egyesült Államok nem fog olyan végzetes döntést hozni a novemberi választásokig, és az januárban hivatalba kerülő új elnökig, amelyek visszafordíthatatlanok, drámaiak és visszafordíthatatlanok. I ilyen lenne például egy, mire pár hete volt ilyen, ilyen, lázálmos, ilyen deliriumos gondolat, hogy ki kéne kiáltani. Most egy palesztin államot, egészen, egészen, nevetséges vagy szürreális elképzelés, szörnyű elképzelés volna a jelenlegi helyzetben különösen. Az, hogy Trump elnök mit tud csinálni egymaga, ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy egy ember fogja ezt megoldania. -e. Tehát mélyen egyetértek természetesen abban, hogy Isten a világ ura, akitől a megváltást reméljük, nem pedig éven embertől, de Trumpnak még azért meg kéne gyerni ezt az elnök választást először, és azután azt gondolom, hogy egy jobb, egy jobb világ jönne. Ami a jövőt illeti, én nem vagyok túl bizakodó, megmondom őszintén, a békés megoldásban, de nagyon pessimista sem vagyok. A Bibliát, ha az ember elolvassa, akkor azt látja, hogy a Szentföld és a béke, miközben Jeruzsálem maga, a szó maga, a béke szót tartalmazza, de nagyon kevésszer olvasunk a Bibliában arról, hogy csend volt. Talán kétszer fogalmaz úgy a Biblia, hogy Iskot H. báim saná, hogy csend volt az országban 40 évig, és egyszer azt írja, hogy csend volt az országban 80 évig. Hm. Jól emlékszem valahogy így. Tehát Összesen 160 év a cirka 2000 évből, amikor nem volt háború a szentföldön. Úgyhogy itt igazából nem teljes békére nem feltétlenül kell számítani, de egy elviselhető életre feltétlenül. Én azt remélem, hogy én azt remélem, hogy, hogy Izrael sikeresen visszaszerzi a 133. Izraelit, és azt remélem, hogy ellehetetleníti olyan mértékben a Hamászt, amely miatt nem él ebben a folyamatos fenyegetettségben, hm. és azt remélem, hogy a világ nyugatibb része az észhez tér, és nem fogja a rövid távú sikereket a hosszú távú haszonért feladni, és egy-két hangzatos lózungért nem fogja odadobni a saját elveit, a saját hitét, és azt kell mondjam, hogy a saját jövőjét azért, hogy mondjon egy-két népszerűt a Progresszív baloldalnak, illetve az őket ideológiailag és pénzzel támogató muszlim radikálisoknak. Tehát itt a nyugati világ jövőjéről van szó, tényleg ezt gondolom, mm. őszintén ezt gondolom, és nagyon óvatosnak kell lenni minden, minden kijelentéssel. Annyival pedig az imádkozást hagyj egészítsem ki hogy mi Magyarországon is tudunk tenni, minden ember tud tenni azért több dolgot is, az egyik az, hogy olvassa az, az igazságot, tudja szétszállazni vagy <hül> külön választani a hazugságot a propagandától, beszéljen róla, és erősítsék meg, a, és talán ezzel hogy mondjam, ökomenikus gondolatot pengetek, hogy erősítsük meg a közösségeinket, legyenek ezek templom közösségek, legyenek ezek más baráti társaságok közösségek, jótékonykodjunk, adakozzunk, segítsük a rászorulókat, mert ezek olyan elvek, ezek olyan zsidó keresztény elvek, amelyek a világot jobbá teszik, és minket pedig érdemessé arra, hogy a Teremtő Isten kegyes legyen hozzánk, és a sorsunkat úgy igazítsa. Úgyhogy még több jó cselekedet, még több adakozás, kinek melyik charity szimpatikusabb, milyen templom szimpatikusabb, egyház szimpatikusabb, ez tulajdonképpen nem számít. A lényeg az, hogy segítsük egymást, adakozzunk, segítsük a rászorulókat, az árvákat, az elesetteket, a gyermekeket, az időseket, beszéljünk tisztelettekkel, a nőkkel, hogyha már egy ilyen belpolitikai, belpolitikai hurt is pengethetek, tehát hogy ezek a dolgok mind-mind-mind olyan dolgok, amelyek által azt gondolom, hogy mindannyiunk tudunk tenni azért, hogy ez egy jobb világ legyen, és kiérdemelje az Isteni hírgalmat. Legyen így, kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Jó magam, Tóth Krisztián voltam, műsorvezető, az, az elején nem mondtam, most pótolom. Köszönöm szépen, kedves vendégem, így itt voltatok. a Tokkuli Máté főszerkesztő és Megyeri Jonatán Rabbi, a neokon.hu főszerkesztője. Uraim, köszönöm szépen, búcsúzunk így egy ilyen salommal, és engedjétek meg zárásként, hogy a már hivatkozott 122. Zsoltár 6. versétől ezt az imát elolvassam. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged, szeretők. Békesség legyen a te várfalait között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak jót tenéked. Amen. 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 Köszönjük, hogy velünk voltál. Ha tetszett a beszélgetés, kövess minket a podcast felületeken, látogass meg az axioma.hu-t, és mesél rólunk a barátaidnak is.